Az online térben való költözés ellenére közel 500 pályamunka érkezett, és a két szekció összesen 43 tagozatra sorolta a pályaműveket. A szakmai bizottság elé került anyagok először az egyetemi házi versenyeken szerepeltek eredményesen, majd a szakmai zsűri jóváhagyása után indulhattak a felsőoktatás legrangosabb versenyén, az OTDK-n. A 70 éves múltra tekintő megmérettetésben a Nyíregyházi Egyetem két szekciónak ad otthont, a pedagógiai, pszichológiai, andragógiai, könyvtártudományi, valamint a tanulás és tanítás módszertani, tudástechnológiai szekciónak. Én mindig azt mondom a tanítványaimnak és a versenyzőknek, hogy már maga az, hogy a dolgozatot egy rangos zsűri megengedte, hogy bemutassa, ez már egy nyeremény. Az, hogy első, második vagy harmadik díjat fognak kapni, az fantasztikus eredmény, és már előre gratulálok minden versenyzőnek, mert valóban nagyon nagy dolog. És ahogy mondja, ez egy olyan társaság, mondhatjuk így, ahová tényleg a legelitebbek tartoznak, 70 éve működik, és rengetegen vannak benne, és én azt gondolom, hogy ide tartozni nagyon nagy dolog, mind a hallgató, mind pedig a témavezetők életében. Úgyhogy én mindenkinek nagyon sok sikert kívánok a versenyhez, és nagyon szép eredményeket. A tudományos munkák elkészítése belépő lehet a kutatás világába is. Aki ma a TDK-ba bekapcsolódik, az bizonyos értelemben elköteleződni egyrészt afelé, a szakma felé, amit ő választott, másrészt pedig elköteleződik a tudományos megismerés, a tudományos normák, a szakmai elismertség és a szakmai továbbfejlesztés tekintetében. Ezért is fontos, hogy a diákok jelentkezve ide, tulajdonképpen ha két út áll előttük. Az egyik az, hogy a választott pályákon sokkal nagyobb szakmai elhivatottsággal dolgozzanak. A másik lehetőség, hogy elinduljanak a tudóssá válás útján, ennek révén bejussanak doktoriskolába, és hát a jövő tudományos közéletét meghatározó módon beszínesítsék. Meghatározó élmény lehet a diákoknak az OTDK-n való részvétel. Amikor egyetemista voltam, akkor több OTDK-n is szerepeltem, és ezek közül az utolsó az pont 1981-ben itt volt Nyíregyházán. Remek élmények, ugye azokkor már érett egyetemista voltam, teljesen másképp, nem kis nyusziként jöttem ide, hanem már azért jöttem, hogy nyerjek, nem nyertem éppen, de nagyon jól sikerült, mert kiváló visszajelzéseket kaptam a tanáraimtól, pontosan a zsűritagoktól, és ez a legfontosabb a TDK-ban, hogy kialakul egy párbeszéd. Itt mindenki partner, itt a diákok ugyanolyan szakmai szereplők, a maguk pici terület, ugyanolyan profik, mint akik a zsűriben ülnek. Ez a TDK-nak a lényege, és ettől működik 70 éve a TDK, mert nem lehet megfojtani, mert a tanár-diák kapcsolatnak ez a természetes háttere, a kölcsönös kíváncsiság és a segíteni vágyás, az él. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia nyíregyházi megnyitóját kedden tartották, a verseny itt csütörtökig tart. A következő állomás a Sopronban lesz, ahol a közgazdaságtudomány áll majd a középpontban.